Harmadik perc. Pasquale kapura emeli a labdát, és kellett nyújtózni a Manittának, mert különben beakadt volna a kapuba. Egyelőre a Livorno kapusa nagyszerűen pótolja, helyettesíti Améliát. 59. perc. Gyönyörű cselek, Mutu még mindig, és megint kapu mellé lő. Mutu nagyon jól előkészíti magának a lehetőségeket, csak a célzással van némi problémája eddig. Szinte egy kapuzik a Fiorentina, 68. perc. Rossz a felszabadítás, Jörgensen lecsap rá, Mutu elveszi tőle, a lövése kijön a kapusról, Toni ott tólálkodik, 1-1. Nagy nehézségek árá, rengeteg kihagyott helyzet után csak összejön a Fiorentina egyenlítő gólja, Luca Toni idei 11. találatával. Természetesen a firenzeieknél ő vezeti a góllövő listát. Ebben még bravúrral beleér ebbe a Mutu lövésbe Manitta, de hát a kipattanóra nem nagyon reagáltak a védők, annál inkább Toni. 73. perc, Vidigál adja be, Morrone szépen játsza magát tisztára, és aztán Frejvéd, az ismétlés pedig már jócskán kapu mellé. Rögtön váltani tudott a Livorno abban a pillanatban, hogy a Fiorentina egyenlített. Igen ám, csak hogy most a firenzeiek célja a három pont begyűjtése, Jörgensen. Éles volt nagyon a szög, és kapásból is lőtte el. 2 perc telik el, Újfalusi adja be a labdát, Toni felkínálja Jörgensennek, aki most már nem téveszti el az irányzékot. Manitta még belekap a labdába, hozzáér a kapus, így örül Frey a túloldalon. 8 perccel a mérkőzés vége előtt végül is megfordítja az eredményt a Fiorentina, és 0-1-ről most már Prandelli együttese 2-1 arányban vezet. A dán válogatottnak egyébként ez volt a harmadik gólja a bajnokságban, míg a 93. percben Pazzini lövését védi a kapus, aztán Manitta kifutva tudott menteni. Jörgensen próbálkozott volna újabb gólszerzéssel. Hát nehezebb mérkőzés volt a vártnál a Fiorentina számára ez, még akkor is, hogyha lényegesen több helyzete volt a hazai együttesnek, de végül is győzött Prandelli csapata. Jól játszottunk, elégedett vagyok a csapattal, biztos vagyok benne, hogy a következő idényben egy-két új játékos beépítésével egészen nagyra törő céljaink is lehetnek. Miután a Róma az előző fordulóban csak